A Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják. Köszöntöm Önöket! Baranya megyében augusztus végén 17.900 fő volt a regisztrált állástalanok száma. Ez 230 fős csökkenést jelent júliushoz képest. A regisztrált munkanélküliek mintegy 40%-a jövedelempótló támogatásban részesül. Baranyában a foglalkoztatás helyzetét kifejező mutató értéke csak minimálisan mérséklődött, így az országos rangsorban megyénk változatlanul a 13. helyen szerepel. A Dél-Dunántúlon ismét Somogy megyében volt a legjelentősebb csökkenés, így a régió legalacsonyabb rátájával rendelkezik. Baranyában a pécsi térség kivételével minden körzetben csökkent a munkanélküliségi ráta értéke. Figyelemre méltó, hogy a legnagyobb mérséklődés Selje térségében tapasztalható. A pécsi körzet kedvezőtlenebb adatának oka, hogy az előző hónaphoz képest több pályakezdő jelentkezett a kirendeltségen, valamint a nyári szabadságolások miatt kevesebb volt az elhelyezkedési lehetőség. Négy napos minőségbiztosítási szakmai szemináriumot tartottak a napokban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál. A képzést FAR pályázaton nyert támogatásból finanszírozták. A program célja a vállalkozások versenyképességének növelése a régióban. Tudnunk kell azt, hogyha az Európai Unióhoz szeretnénk csatlakozni, akkor azokat a szabályozásokat és elvárásokat nekünk is teljesítenünk kell, amiket ők a saját területükön belül elvárnak a saját cégeiktől. Ők európai direktívákban szabályozták nem igazán a termékek minőségét, hanem a fogyasztókkal szembeni biztonságát. És ezeknek a biztonsági feltételeknek nyilván nekünk is meg kell felelnünk. Ahhoz, hogy az Európai Unió előírásai szerint szerveződhessen a magyar vállalkozások gyártási folyamata, meg kell ismertetni a gazdaság szereplőivel az uniós direktívákat. Ezt a célt szolgálta a kamara alap-, közép- és felsőfokú minőségbiztosítási tréningje. A magyar törvényhozás az ezeket az európai direktívákat, és ezek közül azokat, amik a leginkább bennünket érintenek, már elfogadta, és gyakorlatilag harmonizált módon magyar törvények között is ezek a bizonyos céljellel kapcsolatos direktívák már élnek, hatályosak. Igazándiból a piac még nem szorítja rá a hazai piac arra, például jelen esetben a gépgyártókat, hogy ennek a céljellnek a feltételeit teljesítsék, és az ezzel kapcsolatos dokumentációval rendelkezzenek. A képzés célja az volt, hogy felkészítse a magyar gépipari vállalkozásokat arra, hogy hogyan exportálják saját termékeiket az Európai Unió piacára. Nagyon fontos számunkra, hogy ismerjék az EU vonatkozó direktíváit, és megtanulják az ezzel kapcsolatos papírmunkát. Emellett a biztonságos termékek előállítása is fontos, mert így megőrizhetik versenyképességüket az Európai Uniós piacon is. Jelen pillanatban a gyártmány struktúránk nem olyan, hogy ezt azonnal tudnánk használni, de szándékunkban áll ezt a gyártmány struktúrát bővíteni, és itt a bővítés az, amire igazából alapozzánk, és itt nagy mértékben tudjuk ezt majd hasznosítani. A továbbképzésen elhangzottakat elsősorban a gépipari vállalkozások hasznosíthatják a jövőben, ám az Európai Uniós csatlakozásig minden exportálni szándékozó vállalkozásnak hasznos lehet az EU direktívák megismerése. A Baranya megyei területfejlesztési tanács ebben az évben csaknem 1,2 milliárd forint felett rendelkezett. Az idei decentralizált források sorsáról a héten született meg a harmadik utolsó döntés. Ennek értelmében 280 millió forintot osztott szét a Baranya megyei területfejlesztési tanács összesen 57 nyertes pályázat között. A céljellegű decentralizált alapból 3, a területi kiegyenlítést szolgáló keretből 25, míg a területfejlesztési célelőirányzatból 29 nyertes pályázat részesülhet. A megye által felosztható pályázati pénzeknek több mint 50%-a a prioritási sorunknak megfelelően a munkahelyteremtő támogatásoknak vagy beruházásoknak a támogatására szolgált. A támogatás segítségével megyénkben csaknem 200 új munkahely létesül ebben az évben. Ez a tavainál lényegesen nagyobb pályázati kedvnek és az átláthatóbb elbírálási struktúrának is köszönhető. Én azt tapasztaltam, hogy azok a kis települések gazdálkodására hatással lévő törvénymódosulások, amelyek a
szabad pénzeszközeik rendelkezésre állását mérsékelték ebben az esztendőben. Ez nagy mértékben megnehezítette a pályázatokon való részvételüknek az anyagi lehetőségét. Ennek ellenére is hatalmas aktivitást tapasztaltam a pályázók részéről. Nagyon jó minőségű pályázatok születtek. Legnagyobb pályázati aktivitással idén is a Mohácsi kistérség rendelkezett, és továbbra is alacsony a Hegyhátból és az Ormánságból beérkező pályázatok száma, holott a támogatás éppen ezeken a területeken lenne leginkább szükséges. Elgondolkodtató az is egy tapasztalat, hogy vélhetőleg, amikor ha több lépcsős döntési mechanizmust alakítunk ki, akkor úgymond a harmadik döntési periódusban lehet, hogy arányaiban nagyobb összegeket kell félretennünk, vagy javasolnunk az elkövetkező évben, mert úgy tűnik, hogy az érdemi, igazán fajsúlyos pályázatokra való felkészülésnek az időtávját célszerű megváltoztatni. Bár ebben az évben megváltozott a területfejlesztési tanács összetétele, hiszen a kistérségi képviselők nagy része, illetve a kamara és a munkavállalók képviselői kiszorultak a tanácsból, a döntés előkészítés folyamatában mégis minden érdekelt részt vehetett, így a decentralizált források elosztásakor konszenzusos döntés születhetett. Ennél jóval kisebb az egyetértés a kistérségi vezetők körében a kormány által kinevezett kistérségi menedzserek szerepét és hatékonyságát illetően. Én azt hiszem, hogy akkor járunk el felelősen, és a kistérségekben élő emberek érdekeit kell mindenek előtt képviselnünk, hogyha minden olyan lépést és lehetőséget, amellyel, ha ugyan nem is értünk egyet, főleg a módszereivel, de elviekben hordozhatják az ott élő emberek érdekeinek a jobb képviseletét, akkor nem tehetjük meg azt, hogy elzárkózzunk az együttműködéstől. A puding próbája pedig az evéslészen, meglátjuk, hogy ez a rendszer milyen célokat fog szolgálni, és hogyan fog működni. Gazdasági hírműsorunkat, a mérleget látták. Kérdéseiket szerkesztőségünk képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk, és nézzenek bennünket a hírórában, a híradó után.